reggeli személy. 9 óra 18 perckor ma a reggeli személy, reggeli személyek Hartwig Dániel, illetve Kálna Dávid építészek. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Jó reggelt kívánok! Jó 2024 Magyarországon építésznek lenni? Volt már jobb, én azt mondanám elsőre, de egyébként nem rossz dolog. Mi hát azért tulajdonképpen úgy érezzük, hogy a szakmát azt lehet művelni a kedvünk szerint is. Most éppen a gazdasági helyzet az úgy látszik, hogy egy kicsit megingatja a piacot, de jó, azért én nem szeretnék panaszkodni sem, tehát azért mi úgy érezzük, hogy jó helyen vagyunk. Igen, most egy olyan furcsa hibrid helyzetben működünk a Danival együtt, hogy mind a kettőnk dolgozik egy építészirodában, és egyfelől egy egyetemi ismeretség, másfelől egy barátság miatt elkezdtünk szemezgetni olyan kisebb volumenű pályázatokkal, amiket munka mellett hogy mondjam, teljes biztonsággal és maximális energiával tudunk csinálni, és akkor így találtunk olyan kisebb projekteket, aminek kapcsán szerintem most itt is vagyunk, és az a helyzet, hogy most van egy építész oldalunk, és van egy ilyen peremterületen működő, inkább képzőművészet felé kacsingató része a munkánknak. Ami hát szerintem nem állt távol az építészettől, tehát napközben rajzoltok ablakokat felhőkarcolókra és lakóparkokra, délután megösszönöttek, és akkor megnézitek, hogy milyen olyan pályázatok vannak a világban, amire érdemes pályázni. Miután az egyik lányom építész, hallottam róla, hogy ez a barcelonai tűzfal pályázat, ez így megmozgatta a magyar építészeket, ők is, vagy mármint a lányom, mégis gondolkodtak rajta, hogy valamivel beneveznek. Nem tették meg, ti meg oda mentetek és megnyertétek. Miről is szólt pontosan ez a pályázat Barcelonában? Úgy szólt a kiírás, hogy 2026-ban az UNESCO Barcelonát jelöli ki a világ építészeti fővárosának, és ennek a programnak a keretében kiírtak egy fiataloknak, világszerte fiataloknak szóló ötletpályázatot. Kijelöltek 10 tűzfalat a városban, olyan tűzfalakat, amik azok is maradnak, tehát biztos nem lesz szomszédjuk, mert tér, vagy utca, vagy út jött létre közben mellettük. És ugye ezek egy ilyen vak felületet jelentenek általában a városban, egy ilyen szakadást a városszövetben, és szeretnék ezeket humanizálni, és homlokzatosítani, és kijelöltek ilyen 10 darab ilyet, kiírtak rájuk egy-egy pályázatot, és akkor lehetett ötletelni, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Mert minap jártam a Szigony utcában, és rácsodálkoztam arra, hogy az egyik ilyen 10 emeletes háznak az oldalán Ternovszky Béla Macskafogó című rajza van. A 8. kelet, 9. keletben lehet ilyeneket látni, de lehet, hogy nem igazából ez a funkció a tűzfalnak, vagy nem ez a legjobb felhasználási területe. Ha lehet azt mondani egy függőleges területről, hogy terület. Igen, és Barcelona városa is ezt ismerte föl. Igazából 25 éve náluk van egy olyan rendszer, hogyha egy társasháznak vagy magántulajdonosnak van egy tűzfala, akkor pályázhat Barcelona városában bizonyos támogatásra, ami kapcsán ez a tűzfal megújul. Nincsen mindenkinek tűzfala? Mindenkinek van, nem? De. Van mindenkinek tűzfal, csak sok esetben mellette van egy szomszéd. Aha. És amikor ez a tűzfal így explicit megjelenik, ez vagy azt jelzi, hogy elbontottak mellőle egy szomszédot, vagy azt jelzi, hogy várja, hogy mellé épüljön a szomszéd. És ugye Barcelona felismerte, hogy ezek nagyon meghatározó markáns elemei a városképnek, és a festésen túlmenően egy olyan humánus rendszer dolgozott ki, hogy ez a támogatás ez egyfelől egy műszaki javítást okoz, tehát hőszigetelés, esetleg napelem vagy zöld homlokzat, de van egy olyan része is, hogy amennyiben a lakó ablakot szeretne, vagy terasz szeretne erre a tűzfalra, akkor a város támogatást ad ennek a létrehozására. És itt majd összecseng, szerintem majd erről is beszélhetünk, hogy Barcelona példáját szerintem átvehetné Budapest. Ugye te is mondtad kapásból. Ugye Magyarországon egyelőre tűzfalakra tilos ablakot csinálni. Igen. Na most mi a festésig jutunk, ahogy mondtad, igen. Igen. És ez oda, tehát ez annak tudható be, hogy tűzfal, tehát a nevében is benne van, annak van egy tűzgátló szerepe. Igen, de olyan helyzetekben, amikor tovább a tűz a házban, de igen. Ha nincs ott semmi, akkor igen, mi az amikor Isten egy tér alakult, tovább. Mert így alakult a városszövet, akkor az egy szabad homlokzati felület, és ezt jó lenne használni. Na és erre írtak ki Barcelonából egy pályázatot. És ti nem az ablak megoldást választottátok, ha jól értem. Adtunk arra is lehetőséget, de igen, nem az volt a hangsúly. Mi éppen ezt az ilyen csupasz felületet, aminek van ez az érdekes helyzete, hogy így magára lett hagyva, ugye nem arra lett kitalálva, hogy az így
kontaktba kerüljön az időjárással, meg mindenféle ilyen környezeti behatásokkal. Nem erre lett tervezve, de mivel szomszéd nélkül maradt, ezért mégiscsak így kikerült egy ilyen csupasz felület, és ezt tetszett meg nekünk, hogy mint egy ilyen ruha nélkül maradt bőr, hogy hogyan lehet ezzel egy üzenetet átadni. Mekkora felületről beszélünk, tehát ez az épület, aminek a hasznosítására kiírták a pályázatot, az mekkora, egy 5 emeletes ház, egy 10 emeletes, hányszor hány nézet? Ez egy földszint plusz 3 emeletes épület, ez egy viszonylag pici ház. Egyébként úgy írták ki, nagyon tudatos volt a kiírás is, 2026-ban lesz, hogy Dani is mondta, az építészet világ fővárosa Barcelona. És azért, hogy ennek nagy hírt csapjanak, ezért kiírtak egy nagyon pontosan megszervezett nemzetközi tervpályázatot, olyan módon, hogy Barcelonának 10 kerülete van. És mind a 10 kerületben találtak egy tűzfalat, egy nagyon markáns helyzetben, és mind a 10 tűzfalra lehetett pályázni, és hát kicsit időhiány voltunk, és nem nagy ambíciókkal indultunk el ezen a pályázaton, úgyhogy igazából én intuitív módon rábögtünk erre, hogy na, ez szimpatikus, csináljuk ezt. És hát, hogyha belemegyünk a koncepcióba, akkor ennek még egy jelentősége lesz, mert szerintem nagyon jó tűzfalat választottunk. Mert hogy kimentetek és megnéztétek, vagy azt mondtátok, hogy 10 tűzfal ki van írva, és akkor nézegetitek, ez keleti fekvésű, nyugati fekvésű, ide néz, oda néz, ez van előtte, az van előtte, abban gondolkodtatok? Volt egy elképzelésünk, hogy mit akarunk vele kezdeni, ugye pont ez az ilyen csupaszon maradt bőr, és azt néztük, hogy ez melyikkel tud harmonizálni, plusz volt egy ilyen is bennünk, hogy legyen előtte egy olyan tér, amivel szintén lehet kezdeni valamit, hogy ez a tűzfal, ez megkapja azt a kontextust, hogy ne csak annyi legyen, hogy ezt így elvarjuk, hogy ez a felület, ez a függőleges felület, ez így megvan oldva, mint egy homlokzat, hanem akkor már egy kicsit legyen ennek egy nagyobb lélegzetvétele. És akkor azért találtuk ezt, mert ez ilyen jó méretű volt, ilyen kis kedves maga a ház, meg van előtte egy jó kis tér. Aztán, amikor meg belástuk magunkat a történetébe, akkor kiderült, hogy úgy maradt szomszéd nélkül, hogy egyébként ez egy ilyen sűrű, zárt sorú beépítés volt, de 2004-ben egy nagy lakóprojekt keretében elbontották itt egy jó részét az utcának, és létrejött egy ilyen tér. És ez nem ütött eszükbe, egy lakóparkot felrántsanak oda? Egyébként innen indult. Tehát ez alapvetően egy mezőgazdasági, peripari város része volt Barcelonában, és ott is megindult ez az elképesztő ingatlan fejlesztés, és ezeket a kicsi földszint plusz 1-2 nagyon keskeny traktuszélességű házakat pont egy ilyen nagy ingatlan beruházás miatt fogták és letarolták egy ilyen nagyon nagy szakaszon. Aztán valaki észhez tért. És ebből a letarolásból következett a mi nagyon szerencsés koncepciónk, mert azt vettük észre, hogy ahogy beépült itt a tűzfal mentén kicsit visszahúzva két nagyon nagy lakóépület, arra a tűzfalra, amit kiírtak pályázatnak, kirajzolódik a mai napig a régi szomszédjának a lenyomata. És ezt már úgy nézegettük az elején is, és szerintem a pályázat leadása előtt pár nappal így összeállt a kép, hogy igazából ez egy nagyon koherens tömb volt. Tehát egy ilyen nagyon rendezett, nagyon szépen beállt városi szövet, amit aztán így elég erőszakosan letúrtak. És így a lírai része, vagy a városi kontextusba való illeszkedés része, az pedig onnan jön ennek a nyertes pályázatnak, hogy lényegében ezt a lenyomatot megerősítjük, és a szemben lévő tűzfalon is, ugye, ahogy elbontották a többi házat, ott is megtaláltuk a régi háznak a lenyomatát, tehát ott is megerősítettük, és a teret pedig úgy kezeltük, hogy ezeknek a lebontott épületeknek az alaprajzi kontúrja mentén ülőbútorokat, térburkolat elemeket tettünk be, és akkor így módon kirajzolódnak ezek az elbontott lenyomatok. Nagyjából úgy kell ezt elképzelni, mint mondjuk a Blaha Lujza téren, az egykori Nemzeti Színház nyomait a téren? Úgy kell, viszont ennek az a bája, hogy ezek nem olyan fontos épületek voltak, mint a Nemzeti Színház. Tehát tényleg ilyen mezőgazdasági területen kis családi házak, lényegében egy ilyen munkás, félig meddig munkás negyedről van szó, de hogy annyira értelmezhetetlen most jelenleg az a szituáció, hogy kell valami, ami ezt az egészet kontextusba teszi, és akkor lényegében ezek a lenyomatok azok, amik értelmezik a városnak a változását. És végül is aztán Dani mondta, egy humánus megoldást választottatok a tűzfalra. Mit jelent ez? Egyrészt
az egyik alapgondolata a koncepciónak, hogy itt gondolni szeretnénk nem csak a lakókra, nem csak a házban élőkre, hanem a környezetükre is, az, hogy a teret is átalakítjuk, és még ezt így kiterjesztenénk nem csak emberekre, hanem más élőlényekre is, akik a városban előfordulnak. És ezt úgy értük el, hogy ahogy ezeket a pórusokat, amik a bőrünkön is vannak, ezeket így megegítettük a falon azzal, hogy kiforgattuk a téglákat, és akkor a tégláknak a belső lyukacsait azokat kifordítottuk. Aha. És ezek a pórusok így el tudnak tömődni, a városi kosz, vagy a csapadék, vagy a szálló virágpor, vagy bármi által, azt gondoljuk, hogy ezekbe a lyukakba tud élet költözni, és akkor ez mint egy ilyen rovarok számára, vagy madarak, vagy gyíkok, vannak ilyen zöld papagájuk Barcelonában, szóval, hogy ezeket így be lehetne népesíteni, egy ilyen teljesen passzív, spontán módon, meglátjuk, hogy mit hoz az élet, de akarunk ennek egy ilyen lehetőséget adni. Ugye a kérdés az, hogy a városi ember, gondolom azért Barcelonában vannak értelme, emberek is. Tehát azok mit tudnak kezdeni a természettel, tehát az állatokkal, a növényekkel Magyarországon. Jaj, de levér! Vigyázzanak, jaj, itt egy pók. Jaj, felverte a parlag a kertemet, és akkor gyomirtózni meg minden. Miközben van egy, talán ismeritek, a Vágóhíd utcán van egy Green Dome nemű nagy beruházás, most egy hatalmas nagy lakópark, ami nagyon zöldnek hirdeti magát minden fórumon, és ott is gyakorlatilag az összes falat zölddel borítják be. Nem tudom, hogy mennyire lesz ez sikeres, mert az emberek inkább jó legyen növény, de inkább az műanyag legyen. Hát ez ugye egy ilyen diszonáns helyzet, amikor így rájön az ember, hogy kéne az a természet, amit letarolt egy ház miatt, és akkor megjelennek ezek a cselekvések. Ugye itt is ez van, és ez egy nagyon műszakileg egy nagyon bonyolult megoldás, amikor így próbáljuk a természetet visszaereszteni a házra, ugye ennek van egy csomó műszaki követelménye. És ebben a pályázatban meg azt próbáltuk meg, hogy igazából ezt nagyon passzív módon érjük el. Volt egy költségkeret, aha, hogy egy négyzetméterre lebontva mennyi pénz jut arra a tűzfalra. És amit mi választottunk, itt is azért ambicionálták, hogy legyen zöld homlokzat, meg napelem, meg mindenféle ilyen műszaki huncutság. De mi szerintem a lehető legegyszerűbb és legolcsóbb módot választottunk. Egy járatos spanyol téglát, ahogy Dani mondta, forgattunk ki 90 fokkal, és ennyiben fel van falazva. És ez a pórusosság adja azt, hogy majd idővel, tehát ez nem rögtön fog zöldelni, nem rögtön fog zsizsegni a bogaraktól, hanem idővel így visszahódítja a természet, amit szeretne. És kicsit ez egy ilyen automatikus, nem egy ilyen műszakilag felügyelt folyamat, hanem majd lesz, ami lesz. Ugye 10 kerület 10 tűzfaláról van szó, lehet tudni azt, hogy a többi 9 pályázó pályaműve vagy terve miről szólt? Igen, meg lehet nézni az összeset az interneten, sőt, még nem csak a nyerteseket, hanem az összes pályaművet végig lehet nézni. Van egy ilyen online kiállítás. Mi csak átfutottuk őket, tehát még nincs teljes képünk róluk, de azért én azt láttam, hogy többnyire azért így meg akarták oldani a problémát, tehát láttam, hogy tettek napelemeket, erkélyeket, nyílásokat, tehát azt éreztem, hogy kicsit ők a lakók szempontjait vették prioritásként. Ebben mi talán egy kicsit különbözünk, de egyébként mindegyik nagyon szép projekt, meg az látszik, hogy itt alapos átgondoltság volt mindegyik mögött. Nagy dolog az, hogy jön két magyar fiatalember is megnyer egy ilyen pályázatot Barcelonában? Úgy hiszük, hogy igen. Hát igen, mondjuk volt egy kimutatás, hogy kik indultak, aha, ezen a pályázaton. 590 építész indult, ugye ők csapatokba voltak, uh-huh, szerveződve, és azt hiszem nagyjából olyan tizedes, vagy ilyen tízes számpontossággal olyan 430 pályamű érkezett be. Ugye ezt megszűrték, mert vannak itt kizárnak, valami paraméternek nem felel meg. És akkor így maradt 343 pályamű. Mi voltunk az egyetlen magyarok egyébként a mezőnyben. Nagyon sok, azt hiszem, nagyon sok kínai volt. Tehát, hogy a nemzetközi mi voltja, az tényleg úgy működött. Kínaiak voltak, olaszok voltak, természetesen spanyolok voltak. De ugye a lényeg az, hogy most egyedül magyarként ott tudunk egy kis nyomot hagyni, hát a katalán fővárosban. Mindenféleképpen gratulálok ehhez. És akkor ezt elfogadták, meg is építik? Igen, pont
tegnap előtt talán volt erről egy beszélgetés, az első, amit a barcelonai önkormányzattal lefolytattunk. Ott jelezték is egyből, hogy ezt ők komolyan gondolják, és hogy szeretnék megcsinálni, és nem sokára, sőt, jövő héten már elkezdődik az egyeztetés a lakókkal, tehát ott mondjuk meglátjuk ezt, amit rákérdezték, hogy az emberek valójában örülnek-e annak, hogy mi most ide... Itt a természet. Igen, megjelenik a természet a falukon. Matula bácsi. Úgyhogy ez majd jövő kedden fog kiderülni, ezt is mondták, hogy mi is követhetjük élőben, majd megpróbálom összekaparni a spanyolomat, és aztán kijelölnek majd egy helyi építést, és jövőre megy a tervezés. És azt mondják, hogy arra ugye 2025-öt rászánják, és milyen külsős design konzulensként, vagy hát ilyen külföldi tervezőként veszünk részt, tehát mi koordinálunk, és az dizájnt próbáljuk meg átadni minél jobban, ők pedig megcsinálják a műszaki feldolgozást, és akkor 2026-ban pedig meg szeretnék építeni, és amikor ez a főváros program ez élesedik, akkor már ott fog állni remélhetőleg. Lehet még tudni, hogy mi lesz a építészet fővárosa Barcelona 2026 programban? Nagyon sok minden. Én nem is tudnék most hirtelen egyet kiemelni, de egy nagyon jó weboldal, nagyon informatívan végigveszi a 2026-os esemény programot. Még itt visszatérve erre a tegnap előtti egyeztetésre, nekem az volt a nagyon bájos, meg meglepő, hogy az élet hogy felülírja így az esztétikát, meg így a nagy koncepciókat, hogy azt kiemelték, hogy egyébként tök jó a terv, meg szép a városi kontextus, nagyon szép lírai ez a megjelenés, mint csupasz bőrfelület. De hogy egyébként az is nagyon jó, hogy az ablakokat mi nem kompozíciós elemként használtuk a homlokzaton, hanem adhok jelleggel, hogy ha valaki szeretne ablakot, akkor kap, ha valaki nem szeretne, akkor nem kap. Várjál, szerintem többen fognak szeretni ablakot. Igen, de az sem mindegy, hogy hol. Tehát mi teljesen rugalmasan hagytuk ezt, hogyha ő ebbe a szobába szeretné, vagy abba, mi tudjuk tologatni a homlokzaton viszonylag egyszerűen, mert nem függ a koncepciónk ettől. És igen, és mivel hogy a lakóknak ebbe beleszólása lesz, ezért sem mindegy, hogy ez nekünk nálunk mennyire kötött, és nálunk mivel nem az, ezért ennek örültek. Igen. Egy ilyen pályázat és egy ekkora magyar siker az hathat mondjuk arra, hogy akkor a Budapest főépítésze leüljön veletek, vagy egy valami szakmai konferencia elinduljon avval kapcsolatban, hogy mit kezdjünk a tűzfalakkal Magyarországon, azon kívül, hogy Ternovszky Bélát ráborítjuk. Igen. Mi most pont szerencsésen jönnek ki az események, mert van ez a két emlékmű, amit önkormányzatok írtak ki, de olyan helyzetben, hogy fővárosi területre, tehát most mindenkivel valamelyes kapcsolatban vagyunk, és szerintem ennek mi elé mennénk, tehát mi már fontolgatjuk, vagy rakjuk össze fejben azt a munkatervet, amikor katasztereket készítünk Budapest tűzfalairól, elsőkörben ebben a két kerületben, és hát vázoljuk lényegében a spanyol viaszt, mert ez Barcelonában tökéletesen működik. Szó szerint. Igen, de hogy alapvetően ennek van helye Budapesten, és igen, tervezünk egy ilyen magánakciót, hogy... Azt nagyon bírom ebbe a dologba, hogy nem a mának, és ez persze hülyeség, az építészet sohasem a mának készül, de hogy ez a projekt is egy kicsivel túl gondolja ezt. Tehát arról beszéltek, hogy majd jönnek a bogarak, meg Tutajos és a többiek, és 2-3 év múlva így benövik, benépesítik, bezöldítik, élettel töltik meg azt a tűzfalat, ami hát egy idő. De hogy az a két projektetek is, vagy az egyik az mindenféleképp a 9. kerületi emlékmű, az szintén az időre játszik. Ugye már említetted azt, hogy két emlékmű pályázatban érdekeltek vagytok, az egyik a 9. kerület, amit szintén megnyertetek, az melyik is pontos? Mi is pontosan? A Boráros térnél a Bernovics Vilma emlékhely, az ő neve még nem ismert, nem. Budapesten, a nyilas uralom alatt volt egy keresztény hitoktató, aki amikor a zsidó gettót felállították, akkor keresztlevelekkel, ruhákkal, élelemmel segítette az ott zárva tartottakat, és a nyilasok elkapták, és a Dunába lőtték végül öt társával együtt. És ennek kíván emléket állítani Ferencváros most, mert az ő neve bár egy-két emléktáblán megjelenik, de nincs igazán a köztudatban, és erre pályáztunk még tavaly, és ezt is sikerült megnyernünk, és akkor itt az a koncepció, hogy a Boráros téren van a Gizella sétány, ami a Dunaparton megy végig. Igen. A Petőfi hittó. Igen. A lánymányos édes a Petőfi.
Igen, és ott van egy ilyen beton melvéd, ami egy kicsit így elzárja az embereket a Dunától, de ennek a melvédnek vannak ilyen megszakadásai, ahol ilyen hajóknak kikötési igen. pontjai vannak, és az egyik ilyen kikötési pontot így kiszúrtuk, hogy ez egy ilyen kicsit így különállóan kiemelt helyen ott a Petőfi híd mellett rögtön, az egy ilyen kiemelt pont lehet, uh-huh. és oda kívánunk egy nyers vastömböt letenni, amit kiteszünk az időjárás meg az idő viszontagságainak, és abban bízunk, hogy ez ahogy rozsdásodni fog, és idősödni, és esetleg ilyen levetereszteni, ami így végigfolyik a partfalon, így egyre nagyobb nyomot tud hagyni a környezetében, és ez mint egy ilyen emlékeztető egyrészt arra, ami a múltunkban történt, amiben szerintem, amit szeretünk így rajtunk kívülállónak feltüntetni, de szerintem ugyanúgy a mi részünk, meg a mi múltunk, és jó, hogyha magunkat is emlékeztetjük rá, plusz érezteti azt a hatást, hogy mit jelentett az, hogy őt kiállították oda a Dunaparta, és belelőtték a folyóba, tehát a folyóval jelent egy új kapcsolódási pontot. Ugye itt egy olyan fémről van szó, gondolom korrodálódni fog, oxidálódni fog, mondjuk arra kell majd vigyázni, hogy a közszerületesek azok ne gondolják azt, hogy a francba itt megfolyt a rozsda, és akkor jönnek, és egy kis sósavval letakarítják a betont, mert az emléktáblat egy kicsit megfolyt. Igen, itt még ezt is kicsit így kontextusba raknám, mert nagyon érdekes volt a folyamat, hogy alapvetően a 9. kerület nem ide írta ki a pályázatot, aha. hanem a Boráros tér egy kijelölt szakaszára. És amikor pályáz az ember, akkor ugye kétféle munkamódszer van, az egyik az, hogy megcsinálja a pályázatot, és pozíroz arra, hogy megnyeri, a másik meg az, amikor akar egy tiszta gondolatot megvalósítani. És mi ugye ott kockáztatunk egyet, hogy nem a tervezési területre tettük az emlékművet, hanem arrébb, ugye egy olyan talált szituációban, amit úgy gondoltunk, hogy nagyon erősen reflektál a személyre, akire emlékezni akarunk. De hogy a pályázat az nem egy adhok pályázat, vagy legyen a Boráros téren valami, hanem kifejezetten. Volt egy pont, hogy oda kéne tervezni valamit. Erről a személyről, erről a nőről, erről az Mártírról szól. Igen. Igen. És ilyen értelemben meg akartunk felelni a kiírásnak, mert a feladatot egyébként jónak tartottuk. Uh-huh. A helyszín választást azt nem, azt így felülbíráltuk magunk. Igen. És ugye... Bocsánat, csak még egy igen. kicsit. Tehát, hogy köztéri szobrok tekintetében azért Budapest, hogy is mondjam, tehát Resov köztér az nem győzi alakítani a fővárost a mindenféle görénységek miatt, tehát, hogy úton útféle borzalmas alkotások szobornak ki a földből. Igen, igen, ezt mi is így látjuk, bár látok ellenpéldát is, mert történnek tök jó dolgok, például a Klauzál téri, vagy az Elte kertjében, tehát tudunk jó példákat is, de az igaz, hogy ez a figurális megközelítése az emlékműveknek, az ma már szerintünk nem egy kortárs, vagy egy jó válasz, ami... Hát nem, jó napot kívánok! Hát, igen. Hogy igen, és éppen itt emlegettem, hogy Kolotkó Mihály már megint oda szobort egyet. A főváros most éppen a Millenáris Parkon rondította össze, és jó elnézést, kedves hallgatók, tudom, hogy van köztetek olyan, aki imádja Kolotkónak a mini szobrait. Én azt gondolom, hogy azt inkább meg kell hagyni a kinder tojásban, vagy a kinder tojás kategóriában, és nem kéne odarakni. Tehát attól, hogy valakinek eszébe jut, hogy hú, kellene ide egy szobor, az még nem jelenti azt, hogy kell is oda egy szobor. Én meg is örültem neki, mert a Baross téren a keleti pályaudvarnál is volt egy ilyen Trabantból Delorinnál alakított szobor, amit hát valaki, esküszöm nem én voltam, valaki elvitt vagy eltüntetett. Most a Millenáris Parkban, ugye Erzsébet királyné meg a sárga tenger alatt járó van ott zárójel szobrokkal kapcsolatban bezárva, és akkor térjünk vissza a 9. keleti emlékműre. Igen, ott ugye még az egy érdekes helyzet, hogy eleve a személy, akinek az emlékművet állítunk. Ugye Salkaházi Sárát sokan ismerik. Rakpart is elnevezve, igen. És ők egyébként Salkaházi Sárával vezették a Bokrita utcai leány otthont, nő otthont. Salkaházi Sára volt az igazgató, és Bernovics Milva pedig a helyettese. Uh-huh. És nem belemenve a részletekre, de lebuktak ezzel az embermentő tevékenységükkel, és Salkaházi Sárát, Bernovics Vilmát és 4 gyanús lakót kivittek december 27-én 1944-ben a Dunapartra, és ott lőtték bele őket. Na most Bernovics Vilmának egy olyan
emlékművet állítani, ami figurális, tehát egy ilyen reprezentatív, egy ilyen kiki gyönyörű emlékművet csinálni, az nagyon-nagyon véleményes. Hát, hiszen ez lát, a Szenes Hanna Kolotko Hiszen az ő személyiség az abszolút nem ez volt, tehát nem ez a látszani akarás, hanem szépen csöndben elképesztő teljesítménye elmentette társait, és ezért mi sem figurális, eszünkbe sem jutott, hogy figurális emlékművet kell kapjon, hanem egy nagyon visszafogott lényegében egy talált városi helyzetben, inkább csak a nem is a személyének, hanem az egész helyzetnek egy emléket állító lényegében tárgyat, egy szituációt próbáltunk létrehozni. Így jön létre az a helyzet, hogy abba a kis szakadásba, hogyha beleáll az ember, észreveszi, nem lesz egyszerű észrevenni, de hogyha valaki észreveszi, akkor annál erősebben megkapja az élmény. Tehát lényegében azt látjuk, hogy abba a szakadásba beletettük ezt a vastömböt, ami kicsit a Duna fölé nyúlik. És erre a vastömbre össze van foglalva pár gondolatba Bernovics Vilma munkássága. Pontosan annyi, hogy Bernovics Vilma 1901-től 1944-ig élt keresztény hitoktató embermentő emlékére, akit zsidó embertársainak nyújtott áldozatos segítségért, annyira sok 1944. december 27-én a Szociális Testvérek Társaságának Bokréta utcai nőotthonából hurcoltak el és lőttek a Dunába. Igen, és ennyit látunk föntről, illetve az alattunk morajló Dunát, szemből, tehát hogy amikor ott állunk fölött, akkor ez egy nagyon belsőséges élmény. Viszont, hogyha szemből megnézzük, akár a hídről, akár a budai oldalról, akkor egy hatalmas rozsdafolyás látunk, ugye a Petőfi és Lágmányosi híd között van egy nagyon magas függőleges partfal, és ezt nagyon erősen megszínezi ez a rozsda. Az is a pályamű címe, ott Stigma. Aha. Ugye a stigma az, annak két konnotációja van, az egyik a keresztény kultúrtörténetből ismert Szent Seb, ami Bernovics Vilma munkásságával nagyon paralel. A másik pedig egy negatív konnotáció, egy bélyeg, egy ilyen billog. És lényegében nekünk ez a kétarcúság is benne van, tehát amikor fölülről olvassuk, akkor ezt az elmélyült hitéleti részét látjuk a dolognak. Viszont ha messziről nézzük kívülről a túloldalról, akkor meg lényegében stigmatizáltuk a pesti partot, mert ott ez történt. Ez egy mekkora emlékmű? Nem nagy. Picike, 90 centi széles, aha, 70 centi mély. Tehát mondtad, hogy a hídról látni, a túloldalról látni, vagy... Igazából nem is az emlékművet látni, hanem azt az időben lefolyó változást, hogy a rozsda folyik, mert az a partfal, az, hogyha alacsony a Duna, akkor akár 10 méteres is. És lényegében mi ezt fogjuk megfesteni az anyaggal. Pontosabban nem mi, hanem majd a tömb idővel. Akkor, amikor olyan nagy árvíz van, mint most, az el fogja érni az emlékművet, vagy? A mostani még nem érte el, azt néztük, tehát még nem öntött fel addig, de igen, mosni fogja a partfalat, amit ugye mi meg rozsdásítani fogunk. Ezen még így nagyon dolgozunk, hogy ez így kémélag, vagy miféle megközelítéssel lehet maradandó nyomot hagyni ezen a parton, úgyhogy ne is mossa le a víz se. Találunk erre még módszereket. Még több savas esőt. Jön magától. De persze természetes eszközökkel próbáljuk ezt elérni, kontaktkorrózióval, vagy valami hasonló módon. És igen, de ez talán nem is baj, hogy az, hogy a Duna hogyan változik, az, hogy az időjárás hogyan változik, az mind nyomot fog ezen hagyni, és azt is szeretnénk, hogy ez abban az időformája ezt az emlékeit. A többi pályamunkát ismertétek, vagy nyilvános a pályázatnak a bejutott alkotások, pályaművek? Én azt hiszem, hogy a dobogósok nyilvánosok. Illetve még egy dolgot szeretnék megemlíteni, hogy ezeken ketten pályáztunk ezekre az emlékművekre, de aztán óvatatlanul így kitágul a csapat. Tehát amikor ilyen komoly témákba veti magát bele az ember, akkor szükség van másokra. És itt például a szöveg megalkotásánál ez egy hosszas iterációs folyamat volt, és akkor megemlítjük itt Tóth Réka Ágnes dramaturg költőnőt, aki nagy segítségünkre volt, illetve mivel ezek nem ilyen formák, nem ilyen szobrászati elemek, ezért a tipográfia, az a szöveg, ami rákerül a tömbre, az felértékelődik. Úgyhogy ennél is, és a másik emlékműnél is pedig Zajasz Judit, aki a grafikát és tipográfiát Mennyire jó az, hogy egy emlékmű már akkor megmozgatja a
közönséget, vagy a befogadót, amikor még el se készült. Az egyik kedves hallgató arról ír, hogy reméli, hogy nem valósul meg ez az emlékmű, mert ő egyrészt nagyon szereti Kolotkót, tehát azt gondolja, hogy semmi baj nincs velük, gyerek szemmel pont kedvelhető érdekesség a városnak, és azt írja még Kinga, hogy az említett rozsdáson lefolyó vastömb remélem nem valósul meg, fájdalmasabb lenne, amit lehetne szépen is megvalósítani, a sebeket gyógyítani, és nem szaggatni kell, hogy gyógyulás nem egyenlő a felejtéssel, ami nem szép, az nem gyógyít. Mit szerintem, én nem értek egyet ezzel a megközelítéssel. Én azt gondolom, hogy szembe kell tudnunk nézni ezekkel a sebekkel, és a gyógyuláshoz pedig az vezet, hogyha tudatosítjuk, hogy a probléma az fennállt, vagy fennáll. Én azt gondolom, hogy talán még nem néztük ezzel kellő mértékben szemben. Abszolút. És ezek azok, tehát az emlékezés az igazából arról kell, hogy szóljon, hogy ez ne ismétlődjön meg. És egy ilyen emlékmű az nem lehet szép. Igen, ez nem egy szép műfaj. Hogyha szép műfajról akarunk beszélni, akkor például a Törőcsik Mari emlékműről beszéltünk, de az egy teljesen más helyzet. Itt valóban, itt egy szembenézésre van szükség, és ez nem a sebb feltépése, hanem, ha úgy tetszik, ez egy terápia arra, hogy ezt megértsük. Veletek értek egyet, tehát azt gondolom, hogy csak jeleztem, hogy van más vélemény, és amivel angol sem baj nincs, illetve azt kérdezi Ági, hogy hol lehet megnézni a tűzfalakat. Van valami weboldal, vagy az oktogonra menjenek fel az emberek, vagy... Igen, lehet most már magyar oldalakon is meg lehet találni az oktogon.hu-n, vagy az építészforum.hu-n, de magának, ennek a barcelonai 2026-os programnak is van egy hivatalos oldala, és ott aztán az összes fent van, tehát ott egy nagy online kiállítótér van. Nem tudom, hogyha valahol ezt meg tudjuk osztani, akkor megtesszük. Miért nincs olyan építészak, vagy hogy nincsen ezért irodalátoknak weboldala? Igen. Egy Instagramon már van, ezt sikerült összehozni. Akkor mi az Instagram oldal? Instagramot összekalapáltunk, igen, Hartwig Kálna. Igen. Ennyi a nevünk. Hartwig Kálna, és Denevérpad Bére. Ugye itt arról beszélgettünk adás előtt, hogy Dávidnak csípő problémái vannak, derék problémái, viszont ha már szóba az a Törőcsik Marit, és azért még mielőtt kiszaladnánk az időből, azért az is egy nagyon fontos dolog. Ugye Feneketlen tónál van egy fa, amelyet Törőcsik Mari emlékére ültettek. És hogy a kerület kiírt egy Törőcsik Mari emlékhely pályázatot? Igen. És ott is érdekes volt ez a helyszínválasztás, mert pont azt jelölték ki azt a területet a Feneketlen tó körüli parkban, ahol ez az emlékfa is áll. Aha. Viszont a kiírásban nem fektettek nagyobb hangsúlyt arra, hogy ott van ez a fa már, amit már az ő emlékére ültettek. Mi pedig, amikor ezt így felfedeztük, vagy tudatosítottuk, akkor így egyértelművé vált, hogy akkor ezzel kell kezdenünk valamit, mert hiszen, hogyha már ott van egy ilyen emlékezésnek szolgálatot tevő fa, akkor folytassuk az emlékezést azzal. És az volt az egyik gondolatunk, hogy az egyik alapgondolatunk, hogy e köré, szó szerint köré, próbáljuk meg az egész emlékműnek egy ilyen valahogy egy ilyen átérezhető, esztétikus, és egy ilyen nagyon kerek, mint ahogy az ő egész munkássága egy ilyen nagyon nagy, és mindeközben konzekvens és tiszta életmű, annak próbáljunk egy ilyen emléket állítani, és végül egy ilyen viszonylag egyszerű gondolat született, hogy évgyűrűként a fa köré írjuk oda, hogy milyen művekben, milyen színdarabokban, filmekben, díjakban volt része, és ez, ahogy ez kirajzódik, ez a hatalmas emlékmű, ez ilyen 370 címről beszélünk, nagyon sok, ahogy ez a hatalmas emlékmű kirajzódik, hogy az embert ez mellbevágja, hogy tulajdonképpen mekkora is volt ő. A spirál az hülyeség lett volna? Ugye a koncepciónk az volt, hogy évgyűrű, Törőcsik Marit, igen, hogy Törőcsik Marit nem kell bemutatni, de a munkássága elképesztő. Tehát, hogyha az ember felüti akár a Wikipédiát, akár bármi Törőcsik Mariról szóló könyvet, azt veszi észre, hogy elképesztő teljesítmény, amit létrehozott. És lényegében ez az emlékmű egy adott halmaz, ami úgy működik, hogy lényegében ezzel a fával van szinergiában, oly módon, hogy Törőcsik Mari 87 életévét körbeírtuk a fa köré. Aha. És az benne a csavar, hogy amit leraktunk, emlékmű, ott az évgyűrű kívülről indulnak, tehát a legnagyobb periméteren, a legnagyobb gyűrű az, amikor Törőcsik Mari megszületik. És ahogy telik az idő, haladunk a fácska fölé, ugye kronológiailag kirajzolódik ez a rengeteg életesemény.
el lehet olvasni, olyan, mint egy új lenyomat, egy ilyen személyazonosságot mutató kép. Ez 87 lépcsőfok? 87 szint? Hát úgy indult, úgy volt meg a pályázati anyag, ez mindeközben most már ez a szintezettsége már nincs meg. Mert 87 az, tehát hogyha egy méteres lenne egy év, akkor az már gyakorlatilag 80 év, tehát már nagyon nagy. Oda a Törőcsik-Marikor. Törőcsik-Marik-Maraton. Nem, hát kezdetben ilyen néhány millis kis lépcsőzések voltak lefele, és akkor létrejött egy ilyen tölcsér, ami a fát körbeveszi. Mostanra ez a koncepció azért jelentősen változott, és ez a szintezettsége nincs meg, most már síkban vannak az elemek, de ettől még ugyanúgy működik ez az ilyen excentrikusan, kvázi így folyamatosan a fát egyre közelebbről érintő körkörös motívum, ami aztán megérkezik végül abba a körbe, amelyik évben meghalt, ez 2021, és utána pedig az a lényegi gondolat, hogy ahogy ennek vége, ennek az életműnek, úgy utána elültették a fát, és úgy a fa kezdi el átvenni az emlékezés helyét, és az, ahogy majd a saját évgyűrűjét növeszti kifelé, az majd így közeledik a legkisebb halált megjelenítő életkörhöz, és akkor ez a közelítés, ez egyben azt is reméljük, hogy az emlékezésnek is egy segítséget ad. És hát már megint itt vagyunk az idő szerepénél, tehát hogyha nem vigyázunk, akkor a fajszer megeszi az emlékművet. Gondoltunk rá, hosszas konzultációkkal itt is alakult egy nagy csapat, és most én ezt csinálom, hogy milyen, mindenkit megemlítek. Milyen magasadó és milyen széles lesz. Hogy van egy nagyon jó favédelmi szakértőnk, Terpó Veronika, aki úgy alakította velünk közösen ezt az emlékművet, hogy az az a fácskát ne bántsa. És van egy elképesztő személyiség még a csapatban, Szenkovics Péter, ő Törőcsik Marinnak személyes barátja volt, ismerőse, talán a harmadik kiadás kijött, vagy épp most jön ki, amit Törőcsik Mariról írt, és ő segít nekünk ezt az életművet gondozni. Ugye itt ebbe az idő szerepe ott jön képbe, hogy mi igazából leraktuk Törőcsik Mari múltját, és a jelent meg a jövőt azt át fogja venni a fácska. Tehát ahogy az a fa ott működik e körül az emlékmű körül, az kicsit megeleveníti Törőcsik Mari emlékét, és ez a két dolog ez kapcsolatba kerül. Ez is egy pályázat volt, ezt is megnyertétek, ez is megvalósításra vár. Igen. Ez a két emlékhely, amit itt Budapesten készítünk, ez úgy néz ki, hogy a Bernovics Vilma emlékhely március végére, a Törőcsik Mari emlékhely pedig május végére fog elkészülni. Mármint 2025. Igen, fél év múlva mind a kettő reményeink szerint ott lesz és megtekinthető. Korotokból fakadóan Törőcsik Mari művészete az hol kapott el, vagy hol ért utol benneteket? Mikor csodálkoztatok rá? A pályázaton. Hát, itt egy pályázat. Sajnos a színházi karriert azt mi nem láttuk személyesen. Tehát az amit én most már nagyon sajnálok, mert a filmjeit azokat szorgalmasan nézzük, és nagyon kíváncsi lennék, hogy az élőben milyen lehetett, mert fantasztikus, amit filmen látunk. Úgyhogy nekünk a filmek maradtak, amiben őt látni tudjuk, és hát szerencsére van belőlük jó sok, úgyhogy ez még egy bőven felfedezésre váró nagy életmű. Hogy maga Törőcsik emlékmű az területileg 20 négyzetméter? Tehát, hogy csak... Hát 30. Hát 30-40. Ugye ez a fát veszi körbe, és az volt a koncepció alkotásnál egy érdekes helyzet, hogy van egy Törőcsik Mari park. Van egy Törőcsik Mari fa. Kírtak egy pályázatot egy Törőcsik Mari emlékműre. És hogyha nem vigyáz az ember, akkor megjelenik egy halmozás. Tehát, hogy Törőcsik Mari parkban van egy Törőcsik Mari fa, és van egy Törőcsik Mari emlékmű. És akkor ezért volt ez egy ilyen tudatos döntés, hogy igazából a fa az emlékmű. Csak ugye önmagában egy fa, ugye úgy szokták, az emlékfa az egy járatos műfaj, mindig elé tesznek egy táblát, vagy egy követ, és akkor beleírják, hogy kinek miért állították. De hogy lényegében ez most egy más minőségbe emeli ezt az emlékfát. Lényegében csak kiemeljük.
Nagyon kíváncsi leszek rá. És hát igazából lehet örülni, hogy Magyarország most ennyire sanyarú az fiatal építészek helyzete, hogy ráérnek mindenféle értelmes dolgot csinálni. Nem csak ablakokat rajzolnak a dunaparti lakóparkokra. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Mi lesz a következő projekt? Most már oké, tehát Barcelona munkára készen, 9. kerület megvalósulás előtt, Törőcsik Mari emlékhely szintén. Hát most májusig szerintem nem várunk újat, mert így is úgy érezzük, hogy ez már így bőven telíti a képességeinket, de hogy május után mi következik, én azt gondolom, hogy szívesen pályázat hoznánk tovább. Abszolút. A nagy tanulság az, hogy legyen az egy több ezer négyzetméteres épület, vagy legyen egy 80x90-es vastömb, vagy egy 40 négyzetméteres burkolat síkjába, vagy park síkjába illeszkedő emlékhely. Hogyha az ember úgy tényleg gondosan meg akarja csinálni, akkor az ugyanannyi idő. Tegnap hallottam egy beszélgetést egy másik rádióban, egy építésszel beszélgettek, aki most éppen egy ilyen szép irodalmi alkotással rukkolt elő, tegnap volt a könyvnek a bemutatója, tehát úgy látszik, hogy építészetben még azért vannak energiák, legyen az kortárs művészet, szoborkodás vagy irodalom. Nagyon szépen köszönöm Hartwig Dánielnek és Kána Dávid építészeknek, hogy eljöttetek hozzánk. Örülök a sikereteknek, gratulálok. Beszámolunk majd a dolog végéről, amikor megvalósultak. Tehát akkor mindenki keresse a Barcelona építészetébe oldalt. Igen, Barcelona 2026. Van valami olyan URL? Barcelona 2026-ot, és akkor meg lehet nézni ezeket a pályaműveket. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztián volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Selmeci János, Túri Lui, Balogh Kármen és Zsidai Péter, én Pálinkás Tűcs Robert voltam. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Véhallásra!